Rengetegszer előkerült már ez a kérdés, és nagyon sokan írtak ezzel kapcsolatban, hogy mi is a nyelveken szólás, hogy működik. Én használtam-e már, vagy voltam már részem ebben, ismerem mi az, amit tudunk róla. És mivel borzasztó dolgokat látni ezzel kapcsolatban az interneten, köszönhetően különösen a karizmatikus és egyéb hitgyülekezetek tevékenységének, ahol az egész hitnek a megélése átüt egy tapasztalati síkra, mint egy élmény síkra tevődik át az egész, ahelyett, hogy az emberek azzal foglalkoznak, ami le van írva. Az, amit megtapasztalunk a hit segítségével, az annak az eredménye. Ahhoz először az embernek meg kell találnia az igazságot, abban hinni, abban járni, úgy élni, és az után lesz képes majd ezeket a dolgokat megtapasztalni. Nem lehet megfordítani a sorrendet. Azok a gyülekezetek többsége, ahol ezek történnek, az nem a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésével történik. Mivel a Szent Szellem nincs olyan helyeken, ahol törvénytelen életmódot hirdetnek. Teljesen mindegy, hogy mennyire nagyszerűnek érződik az a közeg, vagy mennyire úgy tűnik, hogy ott mindenki teljes szívéből énekel, ennek nincsen jelentősége. Aminek van, az az, hogy az, amit hirdetnek ott, az összhangba hozható-e az írásokkal, vagy sem. A Tora az alapja annak az életnek, amit nekünk folytatnunk kellene. Aki nem így él, az nem a Ruach HaKodesh vezeti. A hit természetesen az, ami által igazolunk a hit a másiák áldozatában. Ezen túl azonban a Ruach HaKodesh vezetésével nekünk a Torában kellene gyönyörködnünk. Ahol nem ez van, ott nincsen jelen a Ruach HaKodesh. Teljesen mindegy, hogy mennyire úgy tűnik, vagy mi mennyire érezzük azt az élményt igaznak. Akármennyire is fetreng a földön mindenki, vagy hablatyom mindenféle nyelveken, mint egy óvodás, teljesen mindegy, hogy mit érez az ember, gondol vagy hisz. A tény tény marad, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem mindenkit a Tora szerinti életre fog elvezetni. Aki nem így érzi, azt nem az atyától érkező Ruach HaKodesh vezeti. Úgyhogy ebben a videóban a nyelveken szólásról lesz szó. Mivel ebben a részben a Szent Szellemre vagy a Ruach HaKodeshre fogunk fókuszálni, gondoltam, nézzük meg először, mi az, amit megtudunk róla, mik a jellemzői ennek egyáltalán a Brit Hadasa, az Új Szövetség szerint. Ebben a fejezetben, ami Mátyáhu 10-es fejezet, a 21-es versben, illetve a 20-asban említi a Mássiák, az Atya lelkét, mint a Ruach HaKodesht, és így szól. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. És helytartók és királyok elé visznek titeket, érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok. Mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szóval az atya lelkeként jelenik meg Máté 10-es fejezetben, és megmutatja az embernek, hogy mi az, amit mondania kell. Ha megnézzük a rómaiakhoz 8-as fejezetben a 9-es verset, az így szól. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben vagytok. Pneuma, ez a lélek szó, ugyanaz, amit az előbb olvashattunk, az atya lelke. Szélfú alatt lélegzett, lehellet, szellem, szellemi lény, ugyanaz, mint ami a héberben ruach, azaz ruach HaKodesh. Hanem lélekben, ha ugyan az Elohim lelke lakik ti bennetek, Elohim lelke Theos, mint Elohim, lelke pedig Pneuma. Szóval Elohim lelke lakik az emberekben, akikben pedig nincs a másiák lelke, az nem az övé. Azaz a másiák lelke és Elohim lelke, egy és ugyanaz. Hiszen a megváltó, Jahusá, ha másiák volt az, aki megjelentette az atyát itt, tehát a kettő egy egységben dolgozik. A másiák része annak, amit mi Istennek hívunk, vagy Elohimnak,
a kettő egy egységben dolgozik, az atya és a fiú, és a lélek az, ami összeköti ezeket. Ezért használja felcserélhetően, mint Elohim lelke, vagy Isten lelke, és a másiák lelke. Látjuk azt, hogy akiben nincs másiák lelke, az nem az atyáé, az nem Elohimtől való. Nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy testben vagy lélekben lenni. Ha visszamegyünk a 4-es versszakra, az így szól, hogy a törvénynek igazsága, azaz a törvénynek van egy igazsága, a törvényről van szó, még mindig beteljesüljön bennünk, azaz a törvény szerint fogunk élni, a törvény igazsága szerint. Kik nem test szerint járunk, hanem a ruák, a pneuma, vagy a lélek szerint járunk. Arról beszél Saul, hogy akiben ez a lélek él majd, az úgy fog élni, ahogy a másiák élt, aki pedig ugye az élő Tóra volt. Ez az első és legfontosabb jele annak, hogy az ember a lélek vagy a ruák szerint él, hogy a Torát fürkészi és meg akar felelni az atya elvárásainak, minden elvárásának. Nem annak, amit ő fontosnak tart, ami szerinte még létezik, vagy morális, vagy ez, vagy az, hanem az összesnek. Nézzük meg, hogy milyen törvényről beszél, hiszen azt állítja, hogy a törvénynek az igazsága beteljesedik. Ezt leírja a második versben. Mert Jahusa, a másiákban való élet lelkének törvénye, megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Két különböző törvényről beszél. Az első az az élet lelkének törvénye, a második pedig a bűn és a halál törvénye. Az élet lelkének törvénye a Tora, az atya instrukciói. Az az a törvény, amit ha az ember követ, akkor meg tud szabadulni a bűntől és a haláltól, ami az állatáldozat, illetve az áldozati törvény. Áldozat kell bemutatni mindenféle bűnért. Az ember, ha bűnben él, a végén ő maga lesz ez az áldozat. Ezért szabadítja meg az embert a Tora, az élő szó, János első fejezet, ugye a szó, aki a kezdetektől volt testben megjelent, ez Jahusá a másiák, ez megszabadítja az embert a bűn és a halál törvényétől. Ez az élet lelke, ez a lélek, ugyanaz a pneuma kifejezés, amit amúgy is használ mindig a Szent Szellem esetében. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, azaz effektíve a betű nem tudta az embereket meggyőzni, mivel hogy erőtlen vala a test miatt, Elohim az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért károsztatta a bűnt a testben. Elküldte az ő fiát testben, hogy hasonlatos legyen a bűnhöz, hiszen a bűn az a test. És a bűnért, hogy áldozatot vállaljon, és így ő volt az, aki elvállalta ezt az áldozatot mindenkiért. Azután, aki úgy él, ahogyan ő, azaz, akiben a lélek él. Erről szól a 4-es versza. Az 5-ösben így folytatja, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek, azaz a pneuma, szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Milyen élet? Az élet lelkének a törvénye. Maga a Tora az az, ami életet ad az embernek. Akit a lélek vezet, annak a gondolata ezen fog járni, hogy mi az atya akarata, és úgy fog élni azután. Ez az, ami életre kelti az embert. Ez az első és legfontosabb jele annak, hogy az ember a Ruach HaKodesh, vagy a Hagios Pneuma, azaz a Szent Szellem vezeti. Hogy az a lélek dolgaira gondol. Mi a lélek dolga? A szeretet, a békesség és az élet. Mi ez összefoglalva a Tora? Ezután a 9-es verszakhoz érünk, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Elohim lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a másiak lelke, az nem az övé. Ez a lélek pedig az atyától ered, az atyától származik. Onnan tudjuk, hogy ezt leírja Saul a 11-es versben. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jahusát a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta másiák Jahusát a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő bennetek lakozó lelke által. Azaz az atya lelke lakik azokban az emberekben, akiket megelevenít. Hogyan elevenít meg? Úgy, hogy megmutatja az utat. Mi az út? A Tora.
ez az első és legfontosabb ismertetőjegye a Ruach HaKodesnek, hogy az ember a Tora szerint akar élni. Minden más ezután következik. Ezért mondja azt Máté 7.21-től 23-ban, hogy nem minden, aki ezt mondja, Adonai, Adonai, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mindenki beszél a gyümölcsökről, meg arról, hogy ő látja ezt, meg hogy ez így, meg az úgy, meg itt, meg ott, meg amott ilyen nagyszerű dolgok vannak. Itt írja le, hogy mi a gyümölcs. 20-as vers, azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nekem, Adonai, Adonai, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Azaz, aki engedelmes. Mi az atya akarata? Zsoltárok 49-es elmondja. Az ő törvénye legyen a szívünkben. Ez az ő akarata. Nem a fele a törvényeknek, nem egy része, nem az, ami szerintem fontos, hanem az összes. 22-es így folytatja. Sokan mondják majd nekem a manapon, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Azaz, az összes csodát megteheti az ember, amit csak akar. Nyelveken szólhat, fejen állhat, amit akar. Mit mond neki? Vallást teszek nektek majd, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Gonosztevők nem más, mint a nómia. Törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés, törvény nélküli állapot. Törvény nélkül való állapot az egy gonosz állapot. Az ember tisztátalan, utálatos és elfogadhatatlan a teremtő számára, az atya számára. Zsidókhoz 9.14 nagyszerűen bemutatja, hogy mi az, ami történik azokkal, akik a lélek szerint élnek. És bemutatja egy másik tulajdonságát a léleknek. 14-es vers így szól. Mennyivel inkább másiáknak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Elohimnek. Azaz a lélek örökkévaló, tehát mindig is jelen volt. Persze ezt nyilván mindenki tudja. A lényeg azonban az, hogy megtisztítja ti lelkiismereteteket a holt cselekedetekről, től, hogy szolgáljatok az élő Elohimnek. A holt cselekedet az nem a Tora. Az, hogy tiszteld apádat, anyádat, vagy hogy a sabbátot megtartsa az ember, vagy az ünnepeket, vagy hogy tisztán étkezzen, az nem holt cselekedet. Holt cselekedet az az, ami megöli az ember. A bűn a holt cselekedet. Nem a cselekedet holt, hanem annak a következménye az, ami holt. Ez az, amiről beszél ebben a mondatban. Nem arról, hogy aki a törvény szerint akar élni, az holt cselekedeteket folytat. Aki nem a törvény szerint él, az folytat holt cselekedeteket. És így tudja az ember szolgálni az élő Elohimet. Ez a lélek örökkévaló Elohimtől jön és elvezet minket azokhoz a cselekedetekhez, melyek neki kedvesek, mely az ő akarata. Természetesen mivel a bűnös Izraelhez, illetve a farizeusokhoz beszélt, nyilván mindazok a cselekedetek, melyeket a farizeusok kitaláltak és tradícióként folytattak, azok mind-mind holt cselekedetek, hiszen azokat hozzáadták az ő torájához. Ezáltal megszegték azt a parancsolatot, hogy ne adj hozzá és ne vegyél el belőle. Szóval mindennek több jelentése van. A lényeg azonban az, hogy a Tóra nem lehet holt cselekedet, hiszen az, hogy tiszteld apádat, anyádat, az nem lehet soha egy holt cselekedet vagy egy bűn. Ugyanezzel azonos Jehukanon, vagy János 14-es fejezet 17-es versben az igazságnak ama lelkét, amit elküld az atya. 16-osban írja, hogy kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ez a más vigasztaló, az igazságnak ama lelke, a Ruach HaKodesh, vagy a Hagios Neuma, a Szent Szellem, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Honnan tudjuk? Onnan, hogy úgy fogunk élni, ahogy ő. Úgy fogunk akarni élni, ahogy ő. Hogyan tudunk úgy élni? Úgy, ha megismerjük az atya akaratát. Mi az ő akarata? Az ő torája. Minden úgy is ugyanoda fog visszavezetni. Ennek a következménye, illetve az eredménye lesz majd az, hogy az ember különböző csodálatos dolgokat megél, hogyha az atya úgy akarja.
Azonban az első és legfontosabb az, hogy meg kell tisztulni az embernek. Az pedig csak a Tora által lehetséges. De ha valaki nem hiszi el nekem, a 21-es versben ezt is leírja. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Azaz a szeretet azonos a parancsolatok megtartásával. Ha az ő parancsolatait megtartjuk, az atya parancsolatait is megtartjuk, hiszen az atya szereti azt, aki megtartja a fiú parancsolatait. Az atya azonban nem változik, így a fiú nem hozhat más parancsolatokat, csak megmutatta egy más szemszögből. Mellesleg ugyanezt mondja a 15-ös versben, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Úgyhogy a Ruach HaKodesh az az igazságnak lelke is. Egy örökkévaló lélek, az atya, a fiú lelke, az igazság lelke. Nézzük, hogy mi az, amit még kideríthetünk. Rómaiakhoz írt első levelében így ír Saul. A szentség lelkének hívja Saul. Nézzük meg, hogy hogyan. Saul, Jahusa Hamásiáknak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Elohim evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő profétája által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Daud magvából lett tesz szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Elohim fiának a szentség lelke szerint, a halálból való feltámadás által Adonai Jahusa Hamásiák felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért. Több dolog is fontos lehet ebből, és nézzük az elsőt. Eleve megígérte a proféták által a szentírásokban, hiszen a másiák eljövetele, illetve a jó hír maga már réges-régen közismert volt, illetve lehetett volna, hogyha az emberek értették volna, és igazán a szívüket megnyitották volna, és úgy közelítettek volna az írásokhoz. Azonban tudjuk, hogy ez nem így történt. Következő dolog, ugye amiről szó volt, a szentség lelkének hívja ezt. A szentség, a kifejezés, hagiosune, szentség, megszentelődés, azt jelenti, hogy valaki elválasztott, különálló, másféle, mint a világ. Ez jelenti a szent. A szó alapjelentése elkülönítettnek lenni, szent az, ami kiemelnek a mindennapi világ használatból, és szent célra rendelnek, a szentség eredete Elohimben van, és azoknak a tárgyaknak, helyeknek, személyeknek tulajdonítatik, akik, illetve amelyek az ő szolgálatában állnak. Elohim megköveteli, hogy népe szent legyen. Ezt jelenti a szentség lelke, hogy az ember elkülönült. Hogy lehet az ember elkülönült? Úgy, hogyha egy másfajta rendszer szerint él. Ezt a rendszer pedig a Torában határozza meg. Ezért mondom újra és újra, hogy mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Az pedig az, hogy a Tora az elsődleges dolog, amit Elohim akar. Ez jelenti azt, hogy az a bárány engedelmes neki, hiszen így mutatja ki az alázatot és az engedelmességet, hogy azt csinálja, amit ő meghatározott. És elfogadja azt, és teljes szívéből csinálja azt. Hitben csinálja azt ráadásul. Teljes erejéből, teljes lelkéből, teljes szívéből, teljes lényéből engedelmeskedik ennek. Mindig erről beszél mindenki. Ez az, amit akar Elohim, vagyis az Atya, hogy teljes szívünkből őt szolgáljuk. Nem csak, hogy csináljuk, amit ő mond, hanem teljes szívünkből azt csináljuk. Kefa első levelében így ír, boldogok, ha másiák nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Elohimnek lelke, amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Azaz a dicsőségnek és Elohimnak is a lelke, az a Ruach HaKodesh, melyről a másiák és mindenki annyit beszél. Ez dicsőíti az atyát, az által, hogy az ember türelmes és tűri mindazt, amit a világ beszél. Így dicsőséget hoz az atyának. Tehát van egy másik, illetve megtaláltunk egy másik jellemzőjét a Ruach HaKodesh-nek. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem volt Ruach HaKodesh vagy Szent Szellem, mielőtt a másiák
meghalt volna, és mennybe ment volna, és megdicsőítetett. És ennek az alapja ugye a Hukkanon János 7. fejezet 37. vers. Ha elkezdjük 37-től 39-ig, az így szól. Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jahusa, és kiállta, mondván. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejébe. Ézsaiás Jesaja 58.11 szintén így ír, és vezérel téged Jahua szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősítés olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, melynek vize ellen fogy. Erre utal vissza a Mássiák. Tehát a Tanákból idéz, hogy megmutassa, mi is az, amit az embereknek tenniük kell. Az pedig az, hogy visszatérnek a Torához, amely az élő víz, a vízforrás, ami életet ad, ami a pusztát megeleveníti. Sőt, ez az, ami a halottat életre kelti, ami az embert megeleveníti, hiszen az ember akkor halott, amikor nem a Tora szerint él. Hiszen a halál az azonos a bűnnel. A 39-es vers az, ami igazán fontos. Ez pedig mondja a lélekről, ez pedig a pneuma, ugyanaz a lélek, mint eddig, melyet veendők valának az ő benne hívők, mert még nem vala ruag hakodes, mivel hogy Jahusa még nem dicsőítették meg. Ugye azt gondolhatnánk akkor, hogy eddig nem volt Szent Szellem, hiszen azon odaírva, hogy mert még nem vala Szent Lélek, mivel hogy Jahusa még nem dicsőítették meg. Ezt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon ez igaz-e, és hogy mit is jelent az, hogy mert még nem vala Ruach HaKodesh vagy Szent Szellem. Még egy dolgot zárójelben hozzátenni. Ha ő volt a minta számunkra, ő mutatta meg, hogy mit kell tennünk, az ő parancsolata érvényesek, akkor hogy lehet az, hogy az ünnep utolsó nagy napján felállt és mindezeket mondotta, míg mi azt mondjuk, hogy az ünnepei nem fontosak. Holott az emberek és ezek a jeles események mind-mind szinte ünnepnapokon történtek. A Pentekoszt, ez is akkor történt, mikor a lélek megjelent, az is akkor történt, maga a halála is egy ünnepnapon történt. Hogy lehetséges az, hogy mi azt mondjuk, hogy ez nem fontos már, mikor ez összes esemény az ünnepekhez kötődött szinte, ami legnagyobb fontossággal bír. Milyen ünnep volt ez? Tudjuk, hiszen leírta az elején ennek a fejezetnek, közel vala pedig a Yahudim vagy zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. A sátoros ünnep volt az, ahol mindezek történtek. Amiről azt mondjuk ma, hogy nem fontos, ennek ellenére az összes pogány tradícióban hajlandók vagyunk részt venni, csak abban nem, amit ő annak mondott. 7 napot mondott ünnepnek, 7 napról mondta azt, hogy ezek fontosak neki, azon kívül, ugye, hogy ezek hozzátartoznak 3 hosszabb periódushoz, amit ünnepeknek nevező 3 Mózes 23-ban. Ezek Jahua ünnepei, ezek örökkévaló ünnepek. Ugyanúgy, ahogy az étkezési szokások 3 Mózes 11-ben, amik szintén a szentségről szólnak. Mind a 2 sor tora vagy instrukció a szentségről szól. Arról, hogy hogyan lehet az ember szent. Akit a Szent Szellem vezet, azok e felé fognak haladni szépen. Nézzük azonban, mit mond maga a Mássiák. Márkosz vagy Márk 12-es fejezet 35-ös verstől. És felele Jahusa mondta, amint a templomban tanít vala, mi módon mondják az írástudók, hogy a Mássiák Dáudnak fia? Azaz, hogyan lehet bebizonyítani, hogy a Mássiák az Dávid leszármazottja? Hiszen Dáud maga mondotta a Ruach HaKodesh, vagy a Hagios, Pneuma, által mondta, Jahua az én hatalmasságomnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet lábaid alá, zsámoljuk. Ezek szerint igenis volt Szent Szellem, és igenis dolgozott az emberekben, ugyanúgy, ahogy most dolgozik az emberekben. Akkor vajon miért mondta korábban azt, hogyha nem megy el, akkor nem lesz, mikor látjuk, hogy már a Tanákban is a Szent Szellem által dolgoztak a proféták. Ez ugye Tehelim, Zsoltárok 110-es fejezet, első vers, amikor is Dávid, vagy Dáud így szól, mondta, Jahua az én hatalmasságomnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámoljú vetem a te lábaid alá. Próbáljuk meg kideríteni, hogy mi is az, amiről szó van. Ehhez olvassuk el
Zsoltárok 51-es fejezetet, egészen a 15. versig, és nézzük meg, hogy mi az, amiről ír Dávid. Mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, minek utána Besabéval vétkezett. Ugye ismerjük a történetet, és ha igen, akkor tudjuk, hogy addig mesterkedett Dávid, amíg Besabé férje ugye az ütközetben meghalt a csatában, és ő feleségül vette Besabét. Azonban ezután büntetést kapott, ezt most nem fogjuk részletezni. A lényeg az, hogy ma a Zsoltárnak a háttere az, hogy bűnt követett el, és ezért fohászkodik Elohimhez. Szerintem egy nagyszerű példa arra, amit meg fogunk beszélni, hogy miért is nézzük meg ezt most, hogy hogyan működik a Ruach HaKodesh most, és hogyan működött akkor. Könyörülj rajtam hatalmasságom, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mi az első dolog, amit csinál? Az az, hogy elismeri az ő bűnét, az, hogy bűnt követett el, és utána Elohimhez fordul, az atyához fordul, könyörületért. Úgyhogy a kegyelem egyáltalán nem egy új fogalom, a kegyelem mindig is létezett, az ember elismerte a bűnét, és Elohim könyörületes volt és megkegyelmezett, különben elpusztította volna az egész emberiséget már réges-rég. Ezt ismerte fel Dávid, és persze nyilván ők ezt nagyon jól tudták, így bocsánatért esedezik. Azt szeretné, hogyha kimosná őt az álnokságából, és megtisztítaná a vétkeiből. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Azaz elismeri a bűnét. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, mi az, ami gonosz, a törvények megszegése, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. A gonosz nem más, mint rá, ami ugye mindezeket jelenti, amiket itt felsorol, rossz hitvány, gonosz, taszító, veszélyes, rossz indulatú, csúnya, stb. Ha megnézzük a szó etimológiáját, ugye melléknév maga a szó, és rá a kiejtése. Ha tovább haladunk, akkor látjuk azt, hogy rossz, etikai kategória, bűn. Gonoszság, rosszaság, rossz indulat. Azaz bűn olyan értelemben, mint a törvény megszegése. Ha megnézzük a bűn fogalmát, a teremtett világban mindaz, ami a teremtő szentségét nem fejezi ki, vagy ami az ellen való. Ez a gonosz, ami ő ellenére van, ami neki nem tetszik. Mi az, ami neki tetszik? Leírta a Torában, mi az, ami őt boldogsággal tölt el. Hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám. Továbbra is elismeri azt, amit elkövetett, illetve azt, hogy az ember önmagában egy szánalmas hiába valóság, és Elohim az, aki őt megtisztíthatja és vezetheti az úton. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a veségben van, és bensőbben bölcsességre tanítasz engem. Rengetegszer volt már szó arról, hogy az igazság és a bölcsesség az Elohim torája. Ezt megbeszéltük számtalanszor, és aki részletesen meg akarja nézni Zsoltárok 119.30-34-ig, 142-es vers, 152-es, 172-es vers szintén ezt mutatja meg. De ha megnézitek a 89-est és a 105-öst, az szintén ezt fogja bemutatni rengeteg más verssel egyetemben. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Természetesen nem fizikálisan érti ezt Dáud vagy Dávid, hanem spirituális értelem. Az izsópp egyébként visszautal a Páska bárányra, amikor az izsóppal felfestették az ajtófélfa fölé a vért. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Ugye már azt szeretné, hogy a büntetést abba maradjon, és visszatérhessen Elohimhez. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Azaz, tisztítsa meg, és hagyd kezdje el tiszta lappal.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Elohim, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hogy teremthet tiszta szívet Elohim az emberben, azt elolvashatjuk Ézsaiás 51-es fejezet 7-es versben, ahol is Jesiáhu így ír, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, azt az igazságot, amelyről az előbb írt Dávid, te nép, kinek szívében van törvényem. Így újul meg az ember szíve akkor, és így újult meg az új szövetségben. Persze a módszer egy kicsit más volt, de mindjárt meg fogjuk beszélni. A törvény kell, hogy az ember szívében legyen. Akkor lesz a szíve megújulva, akkor lesz tiszta, és akkor fog élni igazán. Szóval így lesz az ember tiszta, így lesz az ember szíve tiszta, és egy erős lelket szeretne, hogy megújítson benne ez a lélek, ugye ezt ruachnak hívják, lehellet, lélegzet, vagy szélszellő, vagy fuvallat. Ugyanaz a fuvallat, amit apostolok cselekedeteiben megvizsgáltunk. Légnemű anyag levegő. Szellem, az embernek a szelleme, ami az emberben él. 13-as versben így folytatja. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Azaz ezek szerint a ruach, hakodesh már akkor is az emberekben élt. Ugye, szent lélek nem más, mint a ruach, kodesh. Kodesh, szentség. Szenteltség, sérthetetlenség, mentesség, minden tisztátalanságtól mentes. Tisztátalanság természetesen minden, ami nem a Tórának megfelelő. Hogyha megnézzük az etimológiát, ez egy hímnemű főnév ebben az esetben, és a jelentése szenté, odaszentelés, vagy szent dolog, kodesh. Úgy tűnik, hogy Dávid nem csak hogy tudott a Szent Szellemről, hanem ez már akkor is benne élt, hiszen arra kéri az atyát, illetve Jahuát, hogy ne vegye el tőle ezt a Szent Szellemet. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ezek itt mind ugyanarra utalnak, az erős lélek, az engedelmesség lelke, a Szent Szellem, vagy Szent Lélek, vagy Ruach HaKodesh, az a Szent Lélekre utal, amit mi úgy ismerünk, hogy Szent Lélek, amiről olvashattuk, hogy még akkor nem volt, mikor látjuk, hogy már itt is volt, és itt is az embereket vezette. Szóval mi is akkor a menete annak, hogy az ember a Szent Szellemet megkapja, azt láthatjuk itt Dávidtól. Elismeri az ő bűnösségét, és az, hogy az ember egy hiába valóság egyedül, egy szánalmas, tudatlan dolog, megbánja a bűneit, könyörületért esedezik, ezután pedig abba hagyja azt a cselekvést, amiért bocsánatot kér, elismeri azt, hogy csak az atya képes rajta segíteni, megérti, hogy mi a folyamat, tisztíts meg, fehérebb leszek a hónál, taníts meg az igazságra, és ezután kéri, hogy a ruach hakodesh visszaköltözön az ember szervezetébe, az ember szellemébe, és ott éljen és vezesse az ember. Ezután képes az ember arra, ami a 15-ösben következik, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. A vétkezők, ez a kifejezés, hatá, bűnös jelent, aki bűnösnek nyilvánítatik, bűnös vagy felelős. Ez ugye a Brown Drivers Briggs, de hogyha megnézzük, aki színiuszt, akkor bűnös vagy felelős ugyanazt jelenti. Ha megnézzük a szótárban a vétkezőt, akkor eljutunk a vétek vagy a bűn szóig, büntetés maga után vonó tett vagy magatartás, mely megtörte a törvényt. Alapja lehet tudatlanságból elkövetett bűn, vagy egyetlen ember vétke miatt bűnösé vált egy egész csoport. A lényeg az, hogy a törvény megszegése a bűn. Ez az ember, akiről itt beszél, a vétkező az nem más, mint az, aki nem a törvény szerint él. A megtérés pedig pont azt jelenti, hogy az ember visszatér a törvény szerinti útra, és akkor az atya a Szent Szellemet visszaadja neki. Ez az, amiről Dávid itt ír. Ha elugrunk Ézsaiás vagy Jesiáhu 63-as fejezethez, a 7-es verszaktól ezt olvashatjuk. Jahuának kegyelmességeiről emlékezem,
Jehova dicséreteiről, mint aszerint, amit Jehova velünk cselekedett, vagy Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. Láthatjuk ismét, hogy a kegyelem, az irgalom és az ő jó cselekedetei, a jósága, az egyáltalán nem újdonság, és az nem az új szövetségben jött el, hanem az mindig is jelen volt. Azonban nézzük tovább. És ő mondá, bizony az én népem, ők fiak, akik nem hazudnak, és lőn nekik megtartójuk. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket, szeretetében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Tovább olvassuk, akkor látjuk azt, hogy megemlékezik népe Mósé vagy Mózes régi napjairól, azaz visszaemlékszik az időre, amikor kihozta őket Egyiptomból, hol van, aki őket kihozza a tengerből nyájának pásztorával, hol van, aki belé adá az ő szentséges lelkét. Azaz a Ruach, ha Kódes már akkor is benne volt bizonyos emberekben. Ki Mózes jobbján járatát dicsőségének karját, aki a vizeket ketté választá előttük, hogy magának örök nevet szerezze. Ki járatá őket mélységekben, mint a lovat a síkon, és meg nem botlottanak. Mint a barmot, amely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte őket, Jahuának lelke, így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerez, sem név, elnevezés, megnevezés vagy hírnév. Azaz Jahuának lelke volt az, aki vezérlette őket, és ez a szentséges lélek volt az, akit beleadott Mózesbe és mindazokba, akikbe ő úgy gondolta, hogy lehetséges. Ez az a szentséges lélek, melyet ők megszomorítottak. Hogyan szomorították meg? Úgy, hogy nem voltak engedelmesek azoknak az instrukcióknak, melyeket ő adott nekik. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították a szentségnek lelkét. A rendszer az volt, és erről is Saul, erről is az összes többi, ez az, ami megváltozott. Megadta a törvényeket, és aki úgy élt, az az, akiben aztán a Ruach HaKodes lakozott. Azokban lakozott, akik úgy éltek. Azt akarta, hogy a törvény bekerüljön az emberek szívébe. Ezért mondta el annyiszor, hogy metéjétek körül a szíveteket. Engedelmességet akart, erről beszél 5 Mózes 12-es fejezetben a 28-ban. Vigyázz és hallgass meg mindezeket az igéket, melyeket én parancsolok neked, hogy jól legyen dolgod neked és a te gyermekeidnek utánad mindörökké. Mivel, hogy azt cselekszed, ami jó és igaz Jahovának a te hatalmasságodnak szemei előtt. Azaz úgy lakozott volna velük, hogyha az emberek azt csinálták volna, amit ő mond. 32-esben így ír, mindazt, amit én parancsolok, nektek megtartsátok, és aszerint cselekedjetek, semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból. Azaz pontosan úgy kellett volna élniük, ahogy ő azt leírta. Azonban az emberek nem voltak képesek megérteni, hogy miről is szól ez, ugyanúgy, mint ahogy ma sem. Az ember azt szerette volna, ha ezek a törvények, amiket megad nekik, bemennek az ember szívébe. És akkor élt volna ő is velük. Azonban az emberek nem voltak hajlandóak így élni. Tudták, hogy mi a feladat, de mégsem voltak képesek rá. Nézzük, hogy mi az, amit ő kitalált erre. Ez 5 Mózes Debarim 30-as fejezetben így ír, az 1-es verstől. És ha majd elkövetkeznek reád mindezek, az áldás és átok, azaz, áldás, mikor úgy élnek, átok, mikor nem. Többnyire nem, ezért átok, ezért voltak mindig fogságban, ezért volt az összes háború, így büntette őket, ez volt az átok. Többnyire átok, hiszen engedetlenek voltak. Melyet előttbe adtam neked, és szívedre veszed azt a ma nemzetek között, akik közé oda taszított téged, Jahova, te hatalmasságod, legutóbb ugye 70-ben, mikor végleg elpusztították a rómaiak Jeruzsálemet, és az egész Izrael házát szétszórták a világon, mind a két királyságot, és megtérsz Jahuához, a te hatalmasságodhoz, és hallgatsz az ő szavára, mindaszerint, amit én parancsolom neked e mai napon, te és a te fiad teljes szívedből, teljes lelkedből. Ez az, amit akart akkor, ez az, amit akar most. Amikor ez megtörténik, akkor visszahozza, összegyűjti őket,
és újra az ő Elohimük lesz, megkapják a földet, megsokasítja őket, mi történik még, és körülmetéli Jahua a te hatalmasságodat, a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed Jahuát, a te hatalmasságodat, a teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj. 8-as, te azért térj meg, és hallgass Jahua szavára, teljesítsd minden parancsolatát, amelyeket én a mai napon parancsolok neked. És akkor jönnek el ezek az áldások, amiket ő mond. Hogyha hallgatsz Jahuának, a te hatalmasságodnak szavára, megtartván az ő toráját, vagy parancsolatait és rendeléseit, meg vannak írva egy törvénykönyvben, ha teljes szívedből, teljes lelkedből megtérsz Jahuához, a te hatalmasságodhoz. Azaz a szív körülmetélésére lett volna szükség ahhoz, hogy az ő lelke az emberrel éljen. Azonban erre nem voltak képesek ezek az emberek. Nem azért, mert lehetetlen volt, hanem mert az ember eredendően bűnös és egy testi lény. Ez az, amit megoldott azzal, hogy elküldte a megváltót. Erről beszél 5 Mózes Deberim 18-as fejezetben a 15-ös vers től. Prófétát támaszt neked, Jahua, a te hatalmasságod, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. 17. Jahua pedig mondta nekem, jól mondták, amit mondta, prófétát támasztok nekik az ő atya fiúk közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam neki szólani, aki idegen hatalmasságok nevében szól, halljon meg az a próféta. Természetesen itt a másiákról szól, a megváltóról, már itt a kezdet kezdetén, hogy el fogja küldeni, és ő lesz az, aki egy tökéletes próféta lesz, aki elhozza az ő igazságát, és arra hallgatni fognak mindazok, akiknek a szíve körül van metélve, és akik valóban keresik az igazságot, és Elohim, vagyis az Atya akarata. Akkor ezt látva, hogy lehet az mégis, hogy arról beszél, hogy ha nem megy el, nem dicsőül meg, addig nem jön vissza a Ruach HaKodes. Nézzük meg! Jeremiás 31-es fejezet 22-es vers így szól. Meddig bújdosoló szófogadatlan leány, mert Jahua új rendet teremt a földön, asszony környékezi meg a férfit. Ha megnézzük a másik fordításokat, látjuk azt, hogy Jahua új dolgot teremtett a földön a nő jár a férfi után, ez a káldi verzió. Ez egy katolikus verziója. Jahua valami újat teremt a földön, az asszony visszatér a férjéhez. Ez az arany verzió, mert Jahua új dolgot cselekedik a földön. Asszonyi állat környül vészi a férfiat. Azaz új dolog az, amit cselekszik Jahua. Az új dolog pedig az, ami a másiák által jött el a földre. Tudjuk azt, hogy ez egy jövőbeni profécia, amikor Jeremiás írja ezt. Onnan tudjuk, hogy a 29-es versben így folytatja. A napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest, és a fiak fog a vásod bele. Azaz, azokban a napokban, mikor ezek megtörténnek, többé nem bünteti őket, az atyák bűnei miatt nem lesznek, Izrael népe nem lesznek fogságban, hanem a saját földükön lesznek, és velük fog élni. Sőt, inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, aki megeszi az egres tulajdon foga, vásik bele, azaz mindenki vállalja a felelősséget a saját cselekedeteiért. Ez az időszak a másiák működésekor kezdődött el, azonban a szövetség még nem kezdődött el. Még nem a brit hadasában élünk, az új vagy újszerű szövetségben élünk, ez az előzménye annak. Mindenki, aki bele szeretne abba kerülni, megkapta a lehetőséget, hogy elkezdjen élni annak feltételei szerint. És majd, ha eljutunk oda, akkor fogja majd az ő lelkét az emberekbe beletenni, és akkor mindenki tudni fogja majd az ő törvényeit. Azonban ez még nem jött el. Aki nem úgy él most,
ami az ő feltételrendszere, az nem fog az új szövetségbe bekerülni. Mikor kezdődik az új szövetség? A bárány menyegzője a sínai hegyen, amikor visszatér. Honnan tudjuk, hogy még nincs ez az időszak? Onnan, hogy a 23-as versben így ír. Ezt mondja a seregek hatalmassága, Izrael hatalmassága. Újra e szókat mondják majd Jahuda földén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő fogjaikat, még ez nem történt meg. Áldjon meg téged, Jahua, ó igazságnak háza, ó szent hegy. És ott lakoznak majd Jahuda, vagy Júda, és minden ő városa, a szántóvetők, baromtartók együttesen. Ez még nem történt meg, ez a profécia, tehát még nincs meg az új, vagyis a megújult szövetség. Mert megitatom a szomjú lelket, ne fes a lélek ez esetben, minden éhező lelket megelégítek, ami szintén ne fes. 27-es, és ímé eljönnek a napok, azt mondja Jahua, 28-ban így folytatja, vigyázok arra, hogy megépítsem és beplantáljam őket, azt mondja Jahua. Ez egy jövőbeni profécia, még mindig. Az időszak, az utolsó napok elkezdődött a másiák eljövetelével. Ez az az átmeneti időszak, amikor mindenki felkészülhet arra, ami a királyságban lesz. Ez az, amire mondja, hogy új rendet teremtek, hogy az asszony környékezi meg a férfit. Nem ő lesz az, aki elküldi a törvényeit, és próbálja az embereket ránevelni arra, hogy aztán az ő Ruach HaKodese az emberrel lakhasson, hanem fordítva lesz. Kiönti az ő lelkét a világra, és hagyja, hogy azok, akiknek a szíve befogadja azt, kikutassák az ő útját, és megtanulják az ő törvényeit, és a szívükbe zárják, és aszerint éljenek, és így részesei lehessenek annak a Brit Hadasának, az új, vagy megújított szövetségnek, ami majd elindul a Mássiák visszatérésével, amit egyébként még itt is Jezreel és Jehuda házával köt. Így folytatja a 31-es versben, íme eljönnek a napok, azt mondja Jahua, és új szövetséget kötök Izrael házával és Jehuda házával. Nézzük meg pontosan, miről beszél. Ugye maga a Brit Hadasa, az új szövetség, az új, azonban újszerű vagy friss jelentésben szerepel. Ha megnézzük a Gesenius lexikont, abban új vagy friss vagy újdonságként szerepel. Mi is ez az újdonság? Ez az újdonság, ez az új szövetség, vagy ez a megújult szövetség az, amiről itt beszél, hogy új rendet teremt e földön, és az asszony lesz az, aki megkörnyékezi a férfit. Ezúttal kijelentette az ő írását, az ő törvényét, az ő toráját, az ő szavát, kijöntötte a földre a lelkét, megadván a segítséget azoknak, akik beengedik azt magukba, hogy megtanulják az ő toráját, a szívükbe építsék azt, és úgy éljenek, ezáltal felkészülvén arra, ami majd az igazi életbelépésekor az új vagy megújult szövetségnek történni fog. Azt pedig leírja a 32-es verstől. Nem ama szövetség szerint, melyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, azaz ő volt az ez esetben, hiszen elmondja, hogy új szövetséget, amikor az asszony környékezi meg a férfit, régen hogy volt? Ő volt az, aki kézen fogta az asszonyt, Izraelt, és kihozta a földről. Ő környékezte meg az asszonyt, de azok megrontották az én szövetségemet. Noha én férjük maradtam, azt mondja Jahua, ő hű maradt, ők a menyasszony azonban nem. Illetve ez alkalommal a feleség. Ez az új dolog. Ezért mondja azt, hogy különben nem jön el a Ruach HaKodes. Majd megnézzük, hogy miért is mondja pontosan, hogy addig nem jön el, de az új dolog az egészben az, hogy megfordul a menete a dolg, míg eddig ő volt az, aki próbálta az emberiséget arra rábírni, hogy kövessék a parancsolatait, és azáltal ő bennük lakik. Most megadta előre a Ruach HaKodest, és az, aki befogadja, így fog élni, és keresni fogja a szövetséget. Mi lesz ennek a következménye? Ez lesz a szövetség. Mi a szövetség? Brit? Szövetség, szövetségkötés, szerződés vagy megállapodás. Melyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja Jahua, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és hatalmasságukká leszek, ők pedig népemmé lesz. Akinek nincs a törvény a szívében, az nem
az ő népe. Tudjuk, hogy ez az idő még nem jött el, hiszen azt mondja, hogy nem tanítja többé senki az ő fele barátját, senki az ő atya fiát. Ez még mindig megtörténik, különben ezek a videók nem léteznének. Úgyhogy még nem lehetünk ott, még nem ismeri mindenki, még mindannyian tanuljuk ezeket az utakat, ezeket az instrukciókat, a Torát, amit ő megadott számunkra. Ismerjétek meg Jahuát, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsitől a nagyig, azt mondja Jahua, mert megbocsátom az ő bűneiket és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Eljött a másiák, ezzel megkezdődött az eljegyzés. Azonban még nincs itt az esküvő időpontja, a házasság még nem köttetett meg, tehát ez még nincs életben, ez a része a szövetségnek. Így fog kinézni, nekünk már így kéne élni. Hiszen amennyiben az ember ugye a Héber rendszer szerint eljegyzést köt, onnantól kezdve szinte már házas, de még mindig nem házas, hiszen nem történt meg az együttlét, a házasság megkötése. Ha valaki azt gondolja, hogy ellentmondás van aközt, mikor azt mondja, hogy addig nem jöhet el, hogy akkor az azt jelenti, hogy sose volt, ez egyáltalán nem így van. Amennyiben úgy érezzük, hogy valamilyen ellentmondás van az írásban, akkor nem értjük azt pontosan. Az írásban nincsenek ellentmondások. Hogy itt maradjunk ennél a versnél, mikor azt mondja, hogy új rendet teremt a Földön. Ugye láttuk, hogy az egyéb fordítások úgy fogalmaznak, hogy új dolgot teremt a Földön, a katolikus szintén erről beszél, valami újat teremt a Földön, az aranyverzió új dolgot cselekedik a Földön, és szinte mind egyetért abban, hogy új dolog történik a Földön. Ez az új dolog, vagy rend, amiről ők itt beszélnek, ez egyébként mindössze hadás, azaz újszerű, vagy friss. Ugyanarról beszél, amit aztán itt később leír úgy, mint új szövetség, hiszen ugyanaz a szó hadás, újszerű, vagy friss, az, ami szerepel, azaz megváltoztatja a rendet. Akkor hogy lehetséges az, hogy Kohelet, vagy Prédikátor könyve így ír, ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi nincs új dolog a nap alatt. Új, hadás, újszerű vagy friss, ugyanaz a szó. Akkor ez egy ellentmondás, vagy inkább tovább kell vizsgálódnunk, és másképp kell értelmeznünk a dolgokat, mint ahogyan a magyar fordítás írja, vagy ahogyan azt nekünk tanították, vagy eddig gondoltuk. Hiszen nyilvánvalóan látjuk, hogy az egyik helyen azt mondja, hogy nincs új dolog, a másik helyen viszont azt mondja, hogy egy új rendet fog teremteni a Földön, akkor ezek szerint csak van új a nap alatt. Ezt csak azért szerettem volna megmutatni, mert bizonyára lesznek azok, akik azt mondják, hogy azt mondta, hogy eddig nem volt Szent Szellem, úgyhogy ez így van. Nem azt mondta. Azt mondta, hogy vissza fogja küldeni azt, amint ő megdicsőíteti. Erről beszél. Láthattuk azt is, hogy a Szent Szellem mindvégig jelen volt. Tudjuk azt is, hogy számtalan ember volt, aki úgy élt az instrukciók szerint, aki igaznak bizonyult, akit Elohim szeretett. Azzal együtt élt az ő Ruach HaKodese. Hogy a másiák hogy mondhatta azt, hogy ő majd visszaküldi, az is egyértelmű, hogyha megnézzük az új szövetség, vagy a megújult szövetségnek néhány versét. Mielőtt azonban rátérnénk ennek vizsgálatára, nézzük meg Dániel 4-es fejezetet, ugyanis néhány érdekességet onnan is megtudhatunk. Ismeri mindenki a történetet, Nabukodonozor azt álmodja, hogy egy hatalmas fa kinő a földből, aztán azt kivágják, és mindenféle állat, ami rajta él, szétszélet, de megmarad a csonk, és abból kinő újra. Ezt az álmot senki sem tudja megfejteni, és nézzük, mi történik az 5-ös versben. Végezetre bejöve elém Dániel, vagy Daniel, aki Elohim a bírom, azt jelenti, vagy Elohim bírója, akinek Baltazár a neve, mint az én hatalmasságomnak neve, azaz az ő hatalmassága, Nabukodonozor hatalmassága, az Baltazár, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Azaz ezek az emberek is tudják, hogy a Kodesh, vagy Kadish, ugye a Dániel könyve az arámi nyelven íródott, ezért Kadish. Láthatjuk azt is, hogyha megvizsgáljuk, hogy a Kadish azt jelenti, hogy szent, mint a Brown
Driver's Briggs szótár szerint, mint pedig a Gesenius lexikon szerint azt jelenti, hogy szent, vagyis megvizsgáltuk korábban, külön választott vagy elválasztott. Ennek a szónak a héber megfelelője a 69-18-as kados kados, ami szent vagy odaszentelt Elohimnek szántat jelent. Annyit tesz elválaszt, elkülönít vagy kivon valahonnan. Ezt jelenti a kados kados. Ha megnézzük a Gesenius-t, akkor ugyanez lesz szent, bűn és tisztátalanság nélküli odaszentelt Elohimnek szánt. Szóval ezt jelenti maga a szó, amit itt használ, szent, kados, isteneknek lelke van. Nézzük meg az isteneknek szó. Ez a szó a 426-os Elah, Isten, istenség, Isten, azaz hatalmasság vagy Elohim. Egyes számban van, megfelel a héber szó 433-nak. Ugye ez a Brands Drivers Briggs és a Gesenius szintén ezt mondja. Nézzük meg akkor ezt a héber szót, amiről beszél. Ez Eloa Eloa, azaz hatalmasság, vagy idézőjelben Isten. Mi egy hímnemű főnév, és valószínűleg a H410 hosszabb formája. Csak költői, illetve késői szövegekben fordul elő, más esetben ugyanis többes számú alak használatos. Itt azaz egyes számban van. H410, L, vezér, vezető, hős, erős, hatalmas. Hatalmasság, Isten vagy istenség, erő, hatalom. A lelke van, ez pedig nem más, mint a jól ismert szó Ruach. Ruach és szél vagy szellem. Szellem úgy, mint Elohim. Szelleme arámi szó, megfelel a héber H7307-nek, és a 7307 az a Ruach, amit már ismerünk, ugye a Ruach HaKodesh. Szóval amiről itt beszél Nabukodonozor, az a Szent Elohim lelke, azaz a Ruach HaKodesh. Még Nabukodonozor is tudta, hogy ha az ő hatalmasságának a neve Baltazár, akkor az nem lehet ugyanaz, mint akiben a Szent hatalmasságnak a lelke van. Tisztában voltak vele az emberek, hogy van egy hatalmasság mindenek felett. Hatos vers így szól, Baltazár az írástudók elseje, azaz a legfelsőbb. Tudom, hogy a szent hatalmasságnak lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted, az én álmom látásait, amiket láttam, azoknak jelentését beszéld el. Azaz tisztában van vele, hogy a Ruach HaKodesh az, ami Dánielben lakozik. Sőt, a 15-ös versben ezt mondja. Az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nekem megmondani a jelentését, de te tudod, mert a szent hatalmasságnak lelke van benned. Míg Nabukodonozor is tisztában van azzal, hogy a Ruach HaKodesh Dánielben él. 5-ös fejezetben a 11-es vers ugyanúgy Dániel, így szól. Van egy férfi a te országodban, akiben a szent hatalmasságoknak lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és a hatalmasságnak bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtaték benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévén tűn. Igen, a te atyád a király. 12-es, mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány, értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Azaz ugyanúgy nyilvánult meg ez a Ruach HaKodesh, mint ahogy megnyilvánul napjainkban a Ruach HaKodesh. Lélek, tudomány és értelem az, amiben megnyilvánul. Tudomány és értelem természetesen nekik más jelentett. Mi tudjuk, hogy a tudomány és értelem az le van írva Zsoltárok 119-105, illetve többek között Misli példabeszédek 6-23. Szövétnek a parancsolat, a tudomány világosság, életnek úta, tanító feddések. A tudomány és az értelem az a parancsolat és azok ismerete. Ugyanígy jelentkezett a Ruach HaKodesh akkor, mint ahogy most, és még a babilóniaiak is felismerték, hogy Dánielben ez lakozott. Ezek után
Ha visszakanyarodunk ki a hukonom, hogy János 7-es fejezet 37-es vershez, mindenkinek el kell döntenie, hogy az, hogy mert még nem vala a Szent Szellem vagy a Ruach HaKodesh, az azt jelenti, hogy nem létezett, vagy az emberekkel nem tartotta a kapcsolatot, vagy nem élt az emberekben. Mikor megnéztük, hogy az nem lehet, hiszen számos ember volt, aki azt állította, hogy ő benne élt, sőt az emberek tudták, hogy a Ruach HaKodesh bizonyos emberekben él. Láttuk azt is, hogy egy új dolgot kreált Yahuwah, és az pedig az, hogy kiönti ezt a lelket, ahogy Joel próféta megírta, az egész világra, és ezzel, mint egy halász, magához vonza azokat, akik befogadják azt a szívükbe, és hajlandók utána az ő akaratát cselekedni. Azokban megmarad, a többi embert viszont elhagyja. Ez az, amire utal Máté 22-es fejezet második versében maga a másiák. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. Meghívják a mennyegzőre hivatalosakat, de azok nem akarnak eljönni. Eztán azt mondja, hívjatok meg mindenki mást. Mi a végkifejlet? Sokan vannak hivatalosak, de kevesen választottak. Azaz az a hívás rengeteg embernek szól a Ruach HaKodesh által. Ha nem az Atya hívná a Szent Szellem által az embereket, akkor soha egyikünk sem ébredt volna fel. Ez az új dolog. Nem a törvényt adja meg először, hanem a hitet. És azok után mindenki eldönti, hogy hogy cselekszik annak függvényében. Sokan hivatalosak, azaz sok embert hív magához, név szerint megnevezett, meghívott, szívesen látott, elhívott. Kevesen választottak, választott, kiválasztott, válogatott, érdekes, kiváló, eklektosz, mely az eklézsia szó szótövéből ered. Magvető példázata egy másik rendszer mutat be, az pedig az, amikor az igét hallja valaki először, és az utána cselekedeteivel vonza magához a Ruach HaKodesh-t. Azonban a lényeg egy és ugyanaz. Az pedig az, hogy ezúttal az ember az, aki kifürkészi az igazságot, a Torát, engedelmes, alázatos, úgy él, és azután lesz tagja Elohim családjának. Ezúttal nem Yahuwah az, aki az embereket próbálja rávenni, hanem mi próbálunk bejutni oda. A magvető példázata azt mutatja be, ahogyan az ige hallása után az ember a Ruach HaKodesh-t meghívja az életébe. Mindkét módszerre, idézőjelbe tett módszerre, vagy történésre van példa az Új Szövetségből, meg fogjuk nézni a későbbiekben, azonban most koncentráljunk erre. Ha valaki hallja az igét, a mennyeknek országáról is nem érti, eljön a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala, ez az, amely az útfélre esett. Azaz az ige kulcs fontosságú abban, hogy az ember eljusson Elohim országába. Ez az ige, ez a logosz kifejezés, amely szó vagy beszéd, kérdésállítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, profécia, közmondás, üzenet, utasítás, parancs. Azaz mindenféle fajtája a beszéd. Írás, írásmű, azaz az írások. Az ige maga az írás. Arra hívja fel a figyelmet, hogy hallani kell, és aztán úgy élni. Akkor fog az ember jó földbe esni, és gyümölcsöt teremni. Ha nem, akkor vagy a gonosz fogja azt elkapni a szívéből, és ezért nem terem gyümölcsöt, vagy pedig az üldözés, a nyomorgatás, vagy a gúnyolódás miatt, vagy pedig a világ problémái és a gazdagság lesz az, ami eltereli az ember. Amikor jó földbe esik az ige, a mag, aki hallja és érti azt, az terem majd gyümölcsöt, 100-szor, 60-szor, 30-szor annyi. Azaz az meg fog változni, ő az, aki hivatalos erre a mennyegzőre. Azzal szeretném befejezni, hogy röviden összefoglalva azt, amiről most szó volt, talán így a legegyszerűbb. A Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, vagy a Hagios Pneuma az Új Szövetségben, csak akkor él az emberben,
Ha az ember alázattal és engedelmesen kutatja és keresi Jahua akaratát. Amit megtud, azt pedig az életébe beépíti, ezáltal megtér és változik. Akiben benne él a Ruach HaKodes, azt onnan tudjuk, hogy az ezt fogja csinálni. Az első és legfontosabb jele annak, hogy a Szent Szellem bennünk él, az az, hogy mi a Tora szerinti életet keressük. Hiszen azért szent, mert elválasztott, különválasztott más a világtól, nem fog egy közönséges templomban lakni. Ahogy az írásokból kiderült, az Atya hívja magához az embereket. Azt szeretné, ha mi lennénk azok, illetve nem az, hogy azt szeretné, ez az új rend. Mi vagyunk azok, akiknek ki kell ezt kutatni, és meg kell változnunk, meg kell tudnunk az ő akaratát, és úgy kell élnünk, ahhoz, hogy ő elfogadjon minket, és nem fordítva már. Van, aki az igét ismeri meg először, van, aki a Ruach HaKodest kapja meg először. Az eredmény azonban mindig ugyanaz, a kettő összefelé fog tartani. A kettő létszükséglete egymásnak. Nem létezik egyik a másik nélkül az emberben. Ez a cselekedetek és a hit összehasonlítása. Ez az, amiről mindenki beszél. A cselekedet magában nem elég, a hit magában nem elég. A kettő együtt fog működni. A Tora és a Szent Szellem együtt működik az emberben. Akkor leszünk olyanok, amilyennek az Atya szeretne minket. És akkor fog elfogadni minket. Befejezésű példabeszédek 14-12-t még felolvasnám. Van olyan út, helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő út. Azaz én azt tanácsolom mindenkinek, és én megpróbálok ezt az utat járni. Ha valami érdekel, azt kikutatom, és ez az, amit megpróbálok megosztani mindenkivel. Én nem azt mondom, hogy ez így van, és mindenkinek el kell fogadnia. Én azt mondom, hogy szerintem ez így van. És az, hogy ki ért egyet vele, vagy ki nem, az annyira nem fontos, mint az, amit alá tudunk támasztani a versekből. És ez az, ami szerintem a legfontosabb, hogy mindenki megértse. Nem kell elfogadni azt, ami itt van, nem kell egyetérteni vele. Mindenki kezdjen el kutatni magának. Aki egyetért vele, halleluja, aki nem, az pedig kutasson magának. Támaszon alá minden egyes gondolatot, ami a fejében megfogalmazódik az írásból. És ha ezt meg tudja csinálni, és az egyezik azzal a szellemmel, ami benne lakik, és az egyezik azzal, ami le van írva, ami egy törvényes életre vezet, akkor jó úton járunk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!